Tetők, falak, homlokzatok, épületenergetikai szakkiállítás, konferencia és vásár február 16-ától 18-áig, márciusban budapesti lakásvásár, orchidea kiállítás és állásbőrze, lakáskultúra élőben és cipővásár, csak néhány esemény a budapesti Szima Sport és Rendezvényközpont legfrissebb kínálatából. A rendezvények többségének színhelye az A-csarnok, ám aki átmond, mondjon C-t is. Ennek, azaz a C-csarnoknak az átépítésével kezdődött el ugyanis a Szima Kongresszusi Központ fejlesztésének első szakasza. Új létesítmény, ami azonban nem feletteti, hogy nem is oly régen, jóval nagyobb kongresszusi központ terveit láthattuk a Szima asztalán. Erről kezdjük a beszélgetést Szántó András ügyvezetőigazgatóval, a Szima egyik tulajdonosával. Eredetileg egy 5000 fős kongresszusi központot álmodtunk meg, amit nagyon közel álltunk ahhoz, hogy meg is valósítsunk. Meg kell mondjam, hogy még mindig nem tettem le egyébként a tervről, tehát a terv az terv maradt. Érvényes építési engedéllyel, érvényes bontási engedéllyel jelen pillanatban. A plenáris terem az 5000 fős lett volna, 25 szekcióteremmel. Ez volt a terv, illetve ez a terv. Úgy döntöttük, hogy mindenképpen az országnak, a fővárosnak szüksége van egy olyan működő kongresszusi központra, ahol egy légtérben egy 1500-1800 fős plenáris teremmel, 15 darab szekcióteremmel meg lehet valósítani olyan nemzetközi kongresszusokat, amelyik egy helyszínen, egyben kongresszusi központ, másik részben pedig maga a kiállítási részt meg lehet valósítani, a cateringet és minden hozzá tartozó egyéb szolgáltatást. Ennek a fontosságát egyébként maga a turisztikai szakma évtizedek óta hangsúlyozza, arra is figyelemmel, hogy a kongresszusi turisták 3-4 annyit költenek, mint az átlag turista. Mekkora piac ez egyáltalán? Azért is kérdezem, mert a kongresszusi résztvevők számát tekintve a nemzetközi mezőnyben nem állunk túl jól. Budapestet legalább 50 város megelőzi. Válság előtt még Magyarország a kongresszusi turizmus élén járt, hiszen a hatodik volt a világban, amennyiben felépítettük volna, és ez a nemzetközi tanulmány alapján mondom most ezeket a számokat, amennyiben felépítettük volna ezt az 5000 fős kongresszusi központot. Egyrészt munkahelyben körülbelül 1500 munkahelyet teremtett volna, minimálisan a szakmán belül, illetve nagyságrendileg ez az országnak 60-70 milliárd forint adó és járulék bevételt jelentett volna. Amit most megcsinálunk, tehát egy ilyen 1800 létszámú kongresszusi központ, ez nagyságrendileg egy 20-30 milliárdot biztos fog hozni. Azt tudjuk, hogy az új létesítmény saját erőből, hosszú távú megtérülésre számítva készül, de pontosan milyen átalakulások zajlanak a házban? A legkisebb csarnokunkat, nevezetesen a C-csarnokot, amelyik egy 2800 négyzetméter alapterületű csarnok, ezt alakítottuk át úgy, hogy 3 darab szekció teremmé lehet majd változtatni, hogyha szekciót akarunk, ha meg plenáris ülést akarunk, akkor meg 1500-1800 fő befogadó képességű lesz. Hangosítástól kezdve a kivetítésig mindent fog tudni, amit ma már egy nemzetközi kongresszusnak kell tudni. Mellé a másik teremben lesz a kiállítási terem, ahol a kiállítások kapnak majd helyet, illetve a harmadikban pedig a catering. A munkálatok tehát megkezdődtek, olyannyira, hogy nem sokára be is fejeződnek. Mikorra várható az avatás? Szerződésünk szerint március 4-én van a hivatalos átadás. Március 4-ig kell, hogy befejezzék a munkálatokat. A munkálatokkal mondhatni azt, hogy tervszerűen állnak, sőt előrébb tartanak. Vélhetőleg február végén kész is lesznek a kongresszusi központnak az összes technikai feltételei. A program az előzetes menetrend elkészült, mivel nyit a kongresszusi központ. Egymás után következnek először a kiállítások, a kiállításokhoz lesz hozzárendelve a konferenciaterem, így a regula kiállításhoz,
az ékszer kiállításhoz és egyéb kiállításokhoz. A nagy konferenciák azok májusban fognak egymás után sorra jönni. Lesz egy egészségügyi konferencia, egy szakszervezeti konferencia, az 50. bankárvilág találkozó, tehát így jönnek egymás után sorra. Az eddig emlegetett eseményeken kívül milyen programokat ajánlana a következő hetekre, hónapokra? Bár még a csúnya téli napokat éljük, de hát hamarosan kezdődik a tavaszi kiállítási idény. Ismét elkezdődik a lakásvásár, a lakások iránt való kereslet. Ez valamit mutat. Az ingatlanpiac talán kezd egy kicsit erősödni. Lesz a lakásvásár, lesz lakáskultúra élőben, kiállítás, lesz orchidea kiállítás a virágoknak, ugye tavasz, a virágok időszaka, életünk. Lesz egy most saját rendezésű a Hungoró kiállítás, amelyik idén már 8. alkalommal. Elértük azt, hogy Közép-Európa legnagyobb óra ékszer és drágakő kiállítását megvalósítottuk. És még sorolhatnám, számtalan olyan kiállítás lesz, ami már volt és hagyománya van, és lesznek új kiállítások és új rendezvények is. Mondhatni azt, hogy hál' Istennek úgy néz ki, hogy nem panaszkodhatunk 2011-ben.